azt gondolom észrevették már, hogy minden pesti kapuajnak ugyanaz a szaga. Ázott keramit, zsírban fonnyasztott hagyma, repetések, böty, virágzó vakolat, szerény mennyiségű macska pisi, hát így. A színház mítikus közege sokakat megbabonázott az idők során. Kevés ember létezik, akinek ne lenne valami olyan színházi élménye, amely hatást gyakorolt rá. Lehet ez pozitív és negatív élmény egyaránt. Itt vidéken, különösen a vidéki kisebb településeken a színház elsődlegesen élmény és esemény. Hiszen akik nagyobb városban élnek, ne adj Isten a fővárosban, az ő számukra talán annyira nem számít, vagy nem jelent ez eseményt és ünnepet, hiszen minden nap, akár napjában többször is találkozhatnak a különféle társulatok kínálatával. Mindenesetre az, hogy igény van rá, azt szerintem mindenféleképpen és töretlenül mondhatjuk. A színház azonban nem csak egy szűk rétegnek szól, nem a távolságtartó értelmiség privilégiuma. A színház a mindennapok része, az iskolák és ezáltal gyermekeink életének egy darabja. A színház az örök, tehát hogy több ezer évre tekintünk vissza, akkor a színház az embereknek egy élmény volt, egy szórakozási lehetőség, de közben tanít is. És ugyanez van itt jelenleg akár az iskolában is, hogy játszunk, mert itt mögöttem is itt van a színpad, egy pici is, vagy a függöny, ha már megjelenik, a gyerekek már színésznek érzik magukat, és szeretnek játszani. És mennyire fontos ez, hogy kiadják magukból az érzéseket, a gondolataikat, és ezt ki tudják fejezni. A Hévízi I. és Gyula Általános és Művészeti Iskola falain belül drámaoktatás is zajlik. A diákok így megismerkedhetnek a színpaddal, az irodalom specifikus területeivel, és nem utolsó sorban gyakorlatot szerezhetnek az önkifejezés területén. A színpad közelsége mindenki számára más érdekes részletet tár fel, vagy aspektust hoz közelebb, mást figyel meg. Amikor egy színházban nézem meg például a Pál utcai fiúkat, akkor sokkal közelebb érzem magamhoz a Grundot is, mint hogyha én is a Grundnak az egyik tagja lennék. Persze van, aki nem csak nézőként vágyakozik a színpad elé, hanem színészi babérokra is tör. Az ember meg tudja mutatni minden oldalát, és nagyon jó érzés színpadon állni, és nagyon szeretem. Na de mivel ad többet egy színházi előadás, mint a gombnyomásnyi távolságban elérhető világ, a televízió vagy az internet? Ott kell lenni. És ez egy elég nagy különbség. Gondoljon a szerelemre. Tehát itt ugye az van, hogy el fog jönni 200 ember arra, hogy Mácsai Pál nevű színész mond, elmeséli Örkény életét egy eszám első személyben. De ha én ezt jól csinálom, akkor egy perc múlva Örkény Istvánt fogják látni, Mácsai Pál teljesen ki fog tűnni onnan, és a néző fejében egy nagy 20. századi élettörténet mozia fog lefutni. A színházi előadás, ez nem a színpadon történik, tudnilik. Ez egy félreértés, vagy hát bontatlan elemzés. A színházi előadás az a néző fejében történik. Senki nem megy Hamletet nézni útlevéllel. Hát igen, ez valami Dánia, azért legyen nálam egy kis euró. Színházi jeggyel megyünk. Ez az útlevél pedig bárki számára elérhető, aki egy belső utazásra vágyik, vagy messzi tájak történeteit szeretné megismerni, vagy egyszerűen csak szeretne kikapcsolódni, kilépni a mindennapok néha monoton sodrásából.